A Pesti Barmás iskola 1953-ban alakult, akkor még kettes számú ipari szakmunkásképző iskola volt. Az iskola jelenlegi nevét 1967-ben vette fel, az iskola nevét az akkori diákok találták és tettek rá javaslatot. Ez egy nagyon jó dolog, úgy gondolom, hogy az iskola nevét a tanulók választhatták ki. A több éven keresztül több szakmát képeztünk. A legsikeresebb szakmánk, egyik szakmánk volt ez a pékcukrász képzés, ami be bízunk, hogy újra majd az OK-ba fog bekerülni. Jelenleg a sűrő cukrász és az élelmiszer analitikus szakma az élelmiszeri szakmacsoportban, ami vezető, de a vendéglátás turisztikai szakmacsoportban pedig a cukrász szakma, ami nagyon-nagyon keresett. Hát a cukrász szakma iránt érdeklődnek a legtöbben jelenleg a iskolában. Több területre is várjuk a 8. osztályosok jelentkezését. Szakgimnáziumi képzésbe várjuk azokat a diákokat, akik élelmiszeripari technikusok, majd utána sütőcukrász szaktechnikusok szeretnének lenni, illetve akik úgy gondolják, hogy az elkészített termékeket szeretnék elemezni, őket élelmiszer analitikus technikusnak várjuk ide az iskolában. Ezen kívül a szakközépiskolába várunk még jelentkezőket, pékeket. A pék a közép-magyarországi régióban hiány szakma, tehát ösztöndíjat tudunk biztosítani a tanulóknak. Ezen kívül cukrászokat várunk az iskolába, édesipari termékgyártókat, és miután ők végeztek az utolsó évfolyamban, akkor lehetőségük van itt maradni még 2 évre érettségit szerezni. Az intézmény jól felszerelt, a saját mintabolt számára termelő tanműhelyjel várja a diákokat. Azt szeretnénk elérni ebből a felgörbített tésztából, egy lap alakú legyen, és ezt következőképpen fogod tudni megcsinálni. Leteszed maradtan felfelé. A nyújtófával az egyik sarkát így alakítani, hogy nem egészen a közepét indul a nyújtófa, egy kicsit távolabb. Ugyanezt átlósan is megismerhet. És addig folytatod, amíg legalább egy ilyen 25-30 centis hosszú téglalap nem alakul ki belőle. Próbáld meg! Iskolánk tanműhelyében pék, édesipari termékgyártó és cukrász gyakorlati képzéseket folytatunk. Ez a tanműhely már több mint 30 éve üzemel, rengeteg jól képzett szakembert oktattunk eddig ki. Itt a tanulók a szakma teljes specifikumát tanulhatják, és ezeket a termékeket, amiket itt ők előállítanak, el is adjuk. Tehát nem csak a szakma fortéjait tanítjuk meg nekik, hanem a felelősségérzetet. Azt gondolná az ember, hogy ezekben a szakmában a többség fiú, nem, egyébként a többség lány meglepő módon, de ez még az én tanulókoromban is így volt, pedig az már nem most volt. Eléggé vegyes, mert nagyon sokan járnak vidékről hozzánk, nagyon sok a bejáró, nem csak Budapestről, szeretik az iskolát. Hát a felkészültségük az változó. Azt gondolom, hogy a szakképzésben nem az a jellemző, aki az egyetemen akar tovább tanulni, de ne felejtsük el, hogy van egy olyan népszerű szlogen, hogy egy jó szakma felér egy diplomával, hiszen ugye tudjuk és látjuk, hogy a szakemberhiány van, óriási szakemberhiány vagy Magyarországon, és ennek a megoldása az ugye nyilván szakképzés feladata. Mindenképpen vagy vendéglátóipari, vagy élelmiszeripari iskolába szerettem volna elhelyezkedni. Hát és ide jelentkeztem elsőnek, először sajnos nem vettek föl, utána sikerült. Tésztakészítés gépei, ugye a gépek, ami fontos, a kelesztő, dagasztógépek, sütők, kemencék, stb. A pékek gyakorlatán találkoztunk egy térségpolitikai rovatvezetővel is. Ő a felnőtt képzésben vesz részt. Régi szerelem, és a többieknél is ezt tapasztalom, akik a felnőtt képzésben vesznek részt. Vagyunk kb. 26-an, akik beiratkoztunk, és különböző szakmák. Van ugye a munkanélküli, de van régi rádiós, televíziós szerkesztő, van köztünk vállalkozó, van jogász, ügyvéd, mindenféle szakmából. És kiderült, hogy mindenki azért jött ide, olyan is van, aki például Pakson az elektronikai rendszer fogja megtervezni. És kiderült, hogy mindannyiunknak ez volt a gyerekkori álma, vagy a későbbiekben a vállalkozók úgy döntöttek, hogy e felé tendálnak, hiszen ahol dolgoznak, és külföldön akar valaki közülünk, Svájcban akar cukrász pékműhelyt nyitni. Tehát elment, feltérképezte a lehetőségeket, és rájött arra, hogy magyar termékkel, például a tepertős pogácsával, legalábbis a tervei szerint milyen jól lehet üzletelni. Együtt dolgozunk a 9-esekkel, meg a 13-osokkal és a technikusokkal is, és lehet látni, hogy már 9-es, 10-es gyerek már nagyon ügyesen gömbölyít,
nagyon, hogy mondjam, felelősség teljesen áll a munkához. Még megvannak a nyugdíjas éveim, körülbelül 8 év múlva megyek nyugdíjba, az Isten is megsegít, akkor majd meglátom, hogy mit teszek, de ha van még egy szakmám, az nem árt. És imádom a kenyér illatát. A jelenlegi adatok szerint pékből, a Magyar Pékszövetség adatai szerint körülbelül 4000 pék hiányzik Magyarországon. Folyamatosan keresnek meg minket a sütőipari cégek, vagy sütőiparral is foglalkozó cégek, hogy küldjünk nekik szakembert, küldjünk. Per pillanat mi is azt tudjuk mondani, hogy honnan küldenénk szakembert. A pékképzésben és az édesipari képzésben az elmélet és gyakorlat aránya 40-60% a gyakorlat javára, a cukrászban 30-70% a gyakorlat javára. Hogy annyival több. Hát nyilván ugye terméket kell előállítani, tehát nyilván azon van a hangsúly, és ez így helyes és így logikus. A tanulók 9-ben egyértelműen tanműhelyben vannak, mert nekik szintvizsgát kell tenni. Ez egy termelő tanműhely, tehát jellemző az agráriumhoz tartozó iskolákra, hogy kőkeményen elő van írva, hogy ugye termelő tanműhelyekkel mennyi bevételt kell produkálni, de az elején ugye már mondtam, hogy ennek van egy pedagógiai célja is, hiszen a felelősségvállalás ezzel jobban kialakulhat, hogy ugye nem arról szól, hogy nem baj, kisfiam, kidobjuk utána, ha nem sikerült, hanem hát bizony-bizony annak utána a következményei lehetnek, hogy hát valami ugye nem sikeredett. Itt éppen bombonokat készítenek a diákok, de megtanulják a csoki figurákat, a mézeseket, a lekváros lénzereket és a habos, ehető bombonkosárkákat is. Nagyon szeretem az édességeket, és mindig is nagyon érdekelt, hogy miből készül a csokoládé, meg az egyéb sütemények. Azért ajánlom, mert megtanulunk a csokoládéról mindent, cukorkákról megtanulunk mindent, igazából minden süteményről, és nagyon érdekes. Lehet ezzel akár menni egy cukrászdába, és Ferenciek terén például ott van a Szamos cukrászda, ott ajánlottak minket, hogy esetleg oda mehetnénk, hogyha lerakjuk a szakmunkás vizsgát, valamint még a Bombonetti csoki gyárba tudnánk ezzel elhelyezkedni. Körkörös mozdulattal végigcsurgatod tetejét is, és utána leborítod el irányba. Gyorsan dolgozzál, ne kössen rá a csoki. Ez itt már a cukrászok gyakorlata. A torták mellett mézes kalácsot díszítenek, cukormázat forralnak a diákok. Ebben a tanműhelyben pedig éppen zserbó készül. Egy jó tomlós élesztő tészta, a leszitált lisztet, leszitált porcukrot, sót összeöntjük, a zsíradékokkal, mert ebben sertészsír is van, és vaj, a zsíradékokkal elmorzsoljuk, és hozzáadjuk a tejben felolvasztott, tehát feloldott élesztőt. Én azért szeretnék cukrász lenni, mert apukám is sokat cukrászkodik, és megtetszett nagyon a szakma, és ezért. Mi mindent tanultok itt az iskolában? Miért jó, miért ajánlanál egy mostani nyolcadikosnak, aki most választ majd pályát? Mert sok minden süteményt, ilyen teasüteményt megtanulunk, zserbót, linzert meg, sok dolgot megtanulunk. Nagyon-nagyon jó fejek a tanárok, de szigorúak kellőképpen. Mi tetszik a legjobban? A gyakorlat. Az a legjobb, mert akkor lehet így csinálni a sütiket, meg ilyesmi, az a legjobb. A szakgimnáziumba járó élelmiszeripari analitikusok és technikusok ebben a jól felszerelt laboratóriumban tanulják meg a szakma alapjait. Most már lehet látni, hogy egy picit piros vagy narancssárgás, tehát ez a jó szín, és hogyha többet engedek bele, vagy túltitrálom, mint amit kellene, akkor ilyen szint kapok, ami már nem jó. Még 8. elején a cukrász szakma érdekelt, mert nekem az anyukám cukrászként tanul, bár nem ezzel foglalkozik. Először a cukrászattal akartam, most azt akartam tanulni a cukrászatot, de az első 4 évben igazából nálunk nem számít. Igazából nyáron vannak nyári gyakorlatok, és ott mindegyik szakmába bele tudunk tekinteni egy-egy napra, hogy kipróbáljuk benne magunkat, hogy mit csinálnak valójában ezek az emberek. Aztán évközben valahol rájöttem, hogy mégsem érdekel annyira a cukrászat, és sokkal jobban éreztem magam itt a laborban, amikor az élmiszereket bevizsgáljuk, úgy éreztem, hogy ez közelebb áll hozzám, és miután leérettségiztem, utána tudtam, hogy ezzel akarok foglalkozni, még jobban ebbe akarok tovább tanulni, képezni magam, és most leteszem ezt a technikumot,
ami egy éves képzés a mi iskolánkban, OKS képzés, és remélhetőleg jövőre egyetemen folytatom a tanulmányaimat. Nekünk ilyen húsfeldolgozó dolgaink vannak, és hát mondták, hogy akkor ebbe a szakirányba kéne tovább mennem, meg hát ugye élelmiszeriparban mindig kell ember, enni mindenki fog mindig. Ez a legjobb iskola ezen az ágon, ha ebbe azt szeretnék tovább menni, hát 4 év alatt elég sokat tanultunk, nagyon precízen tanítanak meg mindent, szóról-szóra konkrétan. Én, mint analitikus, ugye élelmiszeripari mérnöknek mehetek tovább, én ugye a Szent Istvánra szeretnék tovább menni, élelmiszeripari mérnöknek, de tovább mehetnék biomérnöknek is. Vannak a humán tantárgyak, ugye a matek, töri, hasonló, mint egy sima gimnáziumban. Ugye mivel ez a gimnázium, ezért vannak a szaktárgyak. Ugye van az élelmiszeripari analitika, labor, technológia, mikrobiológia, élelmiszerkémia. Ugye a szakmai érettség is erre épül fel. Ugye középszinten van a labor, az élelmiszeripari műveletek, és a szóbeli meg a technológia része. Elsődlegesen az angol nyelv oktatása dominál az iskolában, másodlagosan a német nyelvet tanítjuk. Szívesen tanítanánk nagyobb számban is a németet, hiszen a hozzánk közel lévő országok a német nyelvterületet beszélik, és hát ha valaki külföldre akar menni dolgozni, akkor itt van lehetősége. Viszont az általános iskolából már úgy érkeznek a tanulók, hogy angolt tanultak, úgyhogy nekünk is ez irányba kell elmozdulnunk. Mind a német, mind az angol nyelvet tudják használni a tanulóink, hiszen az Erasmus Plus program keretében mind németországi szakmai gyakorlatra tudjuk vinni a tanulóinkat, az angol nyelvterületre pedig Dániába visszük szakmai gyakorlatra a tanulóinkat. Szakképzésben van egy idegen nyelvi része, a szakmai idegen nyelv, amit neki tudniuk kell használni, úgyhogy ezért is oda kell figyelni a nyelvoktatásra. Nem csak a 8. osztályosokat várjuk, hanem a gimnáziumban érettségizőnek is van lehetőség nálunk szakmai bizonyítvány megszerzésére. Ha analitikus szeretne lenni, akkor 2 évet kell eltölteni, ha sütőcukrász szaktechnikus szeretne lenni, akkor eltölt 2 évet, akkor levizsgázik lesz általános élelmiszeripari technikus, és még 1 év, ami ráépülés a szakképzésben, akkor ez sütő- és cukrászipari szaktechnikus. Azt gondolom, hogy a sütő- és cukrász szaktechnikus az a szakma, ami a legkeresettebb jelenleg az országban, hiszen mind a két iparágat megtanulja, elsajátítja a szakma fortéjait. Rengeteg olyan határtermék van, ahol a pék tudását, vagy pedig a cukrász tudását tudja hasznosítani. Rengeteg tanulónk van, akik ezzel a tudással szállodában mennek el dolgozni. A érdekes módon nagyon-nagyon keresik a cukrászok, a sütőcukrász végzettségű tanulóinkat. Külföldre is mennek, bár én úgy gondolom, hogy jobb, hogyha Magyarországon dolgoznak a tanulóink, és a vállalkozást is könnyebben tudnak nyitni. A pékeknek hihetetlen lehetőségeik vannak, hiszen a pék hiány szakma, úgyhogy őket tárkarokkal várják, hiszen workshopokat szoktunk rendezni, amikor a bizonyítványokat osztjuk a tanulóknak, állási ajánlatok tömkelegét tudjuk nekik felkínálni. Az édesipari termékgyártás. A nagy klasszikus csokoládé gyárak ugyan megszűntek Magyarországon, viszont ez a szakma is eltolódott a kézműves szakma iránt, úgyhogy itt is nagyon jó elhelyezkedési lehetőség van. A cukrászokat szerintem nem kell reklámozni, hiszen a utcán járunk, akkor lépten nyomon egy-egy cukrászatot látunk. A sütőcukrász technikusaink viszont, mivel 2 szakmát is tanulnak, mind a cukrászat, mind a pék ipar területén nagyon-nagyon keresett munkaerők, gyakorlatilag ők már akkor állási ajánlattal rendelkeznek, amikor a vizsgát megkezdik. Az élelmiszer analitikus technikus tanulóink szintén el tudnak helyezkedni, hiszen a mostani végzős osztályunknak már a fele tanulónak állási ajánlata van. Élelmiszeripari gyárakban, üzemekben, akár magyar, akár külföldi kézben lévőnek a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatalnál tudnak elhelyezkedni. Kollégium elhelyezésre van lehetőség, hiszen az iskának 2 épülete van, a központi épület az Andrássy úton található, az Oktogontól pár percre, a tanműhelyünk pedig Zuglóban az Almári út 3-5 számára található, mellette található közvetlenül egy diák kollégium, ez egy kimondottan diákbarát, kellemes, jó hangulatú kollégiumból a tanulókat el tudjuk helyezni.